Balaton. Ha valaki meghallja ezt a szót, rögtön eszébe jutnak olyan dolgok, mint a strand, a táborozások, a lángos, az éjszakai fürdőzések, a gyerekkori nyaralások, és még sorolhatnám napestig. A magyar tenger a Dunántúlon elhelyezkedő, Közép-Európa legnagyobb tava, Magyarország vízrajzának meghatározó eleme. Sekély vize kiválóan alkalmassá teszi a fürdésre és a sportolásra, élővilága rendkívül gazdag, a táj változatos vulkanikus kupéval sok tekintetben egyedi. Mi lenne, ha egyszer csak kiszáradna? Milyen következményekkel járna a környéki klímára nézve? Milyen hatással lenne az emberekre, a környezetre és az állatokra? Ez a Mi lenne, ha következő része, és nézzük meg, mi történne, ha kiszáradna a Balaton. A Balaton a Dunántúl közepén terül el, északon a Balaton felvidék, nyugaton és délen a Zalai és a Somogyi dombság, keleten pedig a Mezőföld határolja. A Balaton környékén 179 település található, Veszprém, Fejér, Somogy és Zala megyéből. Ha Magyarország legnagyobb tava kiszáradna, akkor Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyékben csak nem 400 település, 830 ezer lakosának ivóvízellátása, ipari és mezőgazdasági termelő üzemeinek ellátása maradna friss víz nélkül. Valószínűsíthető, hogy a Balaton medrének egy részét termőföldek kialakítanak, de így is nehéz lenne a termesztés a vízhiány miatt. A környező falvak és városok elnéptelenednének, az emberek elköltöznének új lakóhely, illetve új munkahely után nézve a jobb megélhetés reményében. A fogyasztói éles stílust már nem lehetne fenntartani. A népesség többi része még olyan alapvető létszükségleti cikkekben is hiány szenvedne, mint a víz, az élelmiszer és a lakhatás. Vessünk egy pillantást az időjárásra. Nos, ha tavunk eltűnne, jelentős mértékben megváltozna a terület mikroklímája. A hatalmas víztömeg kiegyenlítő hatással van a levegő hőmérsékletére. Mivel nyáron a napsütéses órák száma 2000 körül van, ezért a térség kibírhatatlanul felmelegedne. Szárazság pusztítana, a szőlőtermő területek, gyümölcsösök, mezőgazdasági övezetek azonnal csődöt mondanának. Valószínűleg a terület elsivatagosodna, szóval nem sokáig lehetne fenntartani a mezőgazdaságot. Őszi és téli időszakban a hőmérséklet nagy mértékben csökkenne, ugyanis már nem lenne az a vízterület, ahonnan a melegebb szél fújna a partokra. Szóval forró nyarak után kemény, hideg telek következnének. A magyar tenger több mint 1200 állatfajnak ad otthont, és növényvilága is kiterjedt, varázslatos. Több mint 15 halfaj él a tóban, melyek azonnal kipusztulnának. Az ebből táplálkozó ragadozók, mint például a kisföcsöknek, új otthon után kellene néznie, többek így is elpusztulnának. A nádasban felnevelkedő hattyúk, nádirigók, törpegémek is hamar elhagynák ezt a területet. De mennyi idő alatt térne magához a természet? Körülbelül 4 évbe telne, hogy a Balaton tápláló árkok, patakok, vizek természetes úton újra megtöltsék a medret. A magyar, illetve a külföld emberek hova mennének nyaralni? Családoknak, baráti társaságoknak népszerű üdülőhelye szűnne meg. A nyírtvízi úszás, vitorlázás, kerékpározás kedvőnek is nagy érvágás lenne. Egy szó mint száz, sokszínű kulturális programok, sportolás lehetőségek, turisztikai célpontok tárháza tűnne el. Azonban nyugodtan hátradőlhetünk, hiszen ez szerencsére mind csak fikció. Egyelőre. Csobbahatunk egyet a Balatonban, vagy gyönyörködhetünk a partról a kiskacsákban, ahogy követik a kacsamamát, vagy ahogy a hattyúk lebuknak a víz alá, élelmért kutatva. Ehetjük a lángost, a hekket, a fagyit, vitorlásokat vizslatva a horizonton, vagy romantikázhatunk a naplementében a partmenti sétányokon lépdel. Ha van ehhez hasonló kérdésed, nyugodtan írd le a komment szekcióba, illetve ha tetszett a videó és nem akarsz lemaradni a többiről, iratkozz fel a csatornára!